az hogy készül? Nyilván megkönnyíteni a kérdésre adott választ, ha tudnám, hogy általában ennek a megközelítésnek ilyen gyakorlati kérdése van. Megmondom, neke, nagyon, megmondom neked, de nem tudok olyan, de teljesen nem tiszt, tudok olyan, de teljesen olyan dolgokat mondani, ami szigorúan titkos lenne, és az ember nem mondja el, mert egy önkormányzat életében ilyen nincs. Ez inkább a kormányzati politikai munkára. Jó, de egy párt életében van. Hát legfeljebb csak taktikai vagy stratégiai. Hát ez untig elég. Amelyek, ott az idő az, ami miatt adott esetben ezeket a stratégiákat, hiszen az a lényege, hogyha van egy pártnak, egy közösségnek van egy stratégiája, akkor a végrehajtás megvalósítás érdekében egy bizonyos ideig csak azok tudják, akik kitalálták és a megvalósítást menedzselik. És persze az a jó stratégia, ami egy idő után kívülről is látszik, tehát az utca emberének is kiderül, hogy az volt a stratégiai, mint az MSZP-nek, hogy. Tehát ebben az neked értelemben van. Neked van pártisztséged? Jelenleg nincs. Utoljára mi voltál? Utoljára alelnök voltam az MSZP-ben, az országos vezetésben, illetve budapesti elnök voltam. Te nem akartad, vagy a párt nem akarta, vagy C? Nem, igazából én nem ambicionáltam. Én fókuszálok az önkormányzati munkára most már több mint 10 éve, és azt gondoltam, hogy ez nekem kitölti az energiáimat, és az úgy tisztességes, hogyha mindenki annyi feladatot vállal, amennyit el is tud végezni. Hadházi analógiával, de nem provokatívan teszem hozzá, akkor, amikor a 14. kerület jött szóba, mint polgármester jelölt, mi volt az indok? Hát leginkább az, hogy a szabadon választható jelöltek közül én voltam az, aki egész Budapestet tekintve a legnagyobb tapasztalattal rendelkezett, tehát a szabad vegyértékű önkormányzati... Ezt én értem, de volt ez zuglói kötődés. Természetesen édesanyám mai napig ott él, nekem az első munkahelyeim Zuglóhoz kötöttek, tehát viszonylag jól ismerem Zuglót. Nyilván a problémáit napi szinten meg kellett újra ismernem, mert azért nem napi szinten voltam jelen Zugló életében, de hát ez egy rutinos politikusnak, tehát egy rutinos vezetőnek, aki én például vezettem már más kerületet a városban, de vezettem másodikat. Bizonyos fontos részterületeket az egész főváros tekintetében voltam főpolgármesterhelyettes. Később voltam Budapest kormánybiztosa, picit nagyobb területre, mint most Szűrjes Balázs, tehát azért az én rálátásom predesztinált arra, hogy át fogom tudni látni Zugló működését. Volt-e más... És fogok tudni jó menedzserként Zuglónak segíteni mindazon problémáiba, amelyek felhalmozottak nagyjából 30 év alatt. Volt-e riválisa, vagy volt nem rivális, hanem más lehetőség is lett volna Zuglón kívül akkor, amikor 2018-ban ez felvetődött? Már Zuglóban más jelöltre gondolsz? Nem, hogy te máshol. Nekem más. Én alapvetően, nyilván mindenki tudja, főpolgármester jelöltként indultam, előválasztáson Karácsony Gergelyet megnyerte, és én onnantól kezdve támogattam az ő jelöltségét. Tulajdonképpen praktikusan felszabadult az ő helye, és az ő felajánlása volt, az ő javaslata volt, hogy akkor töltsem ki azt a teret, amit ő ott üresen hagy. Nyilván a tapasztalatom, a tudásom erre alkalmassá tett. Tehát ez egy win-win helyzet volt. Természetesen mehettem volna a Gergő csapatába a fővárosi vezetésbe is, de ez volt akkor a rövid távon a legpraktikusabb, mert hogy meg is hát win-win helyzet a tekintetben, hogy már az után, hogy a karácsony az előválasztás. Természetesen, de azért az nagyon fontos, hogy amikor van egy versengés, és ez fontos, hogy csak versengés, akkor utána a felek azért a közös célért dolgozzanak, és én azon a napon beálltam Karácsony Gergely mögé, és mondtam, nálam lelkesebb támogatója nem volt, és azóta sincs. És ez nagyon ritka állatfajta, vagy ezt nagyon meg kell becsülni, ez Magyarországon nem tekinthető általánosnak. Azt kérdezem igen, tőle, elég sok nem Tóth Csabára van kiegyezve, visszamehetünk a második keleti polgármesterséghez, mesélj arról nekem és a népnek és nekem, hogy valójában a polgármester, és teljesen mindegy, hogy milyen színű, természetesen térjék ki, hogy van-e jelentőség, hogy azonos színű vagy sem,
ha egy van, akkor egy, ha több van, hiszen egy városrész lehet úgy kialakítva, hogy ott több választási körzet is van. Tehát az együttműködés a parlamenti képviselőkkel milyen jelentőséggel bír, és hogy mekkora jelentősége van ezen belül annak, hogyha azonos színűek, és mekkora jelentősége van annak, hogyha más színűek, beleértve vagy más színűek között is lehet nagyszerű együttműködés. Meséld el ezt a népnek és nekem. Egy normális országban semmilyen problémát nem kellene, hogy jelentse, hogyha nem azonos színű a polgármester, mint a képviselő, de aláhúzom, egy normális országban. Jelen esetben egy polgármester és egy képviselő közös munkája az egyben egy erős szövetséget is jelent, amiben nyilván az azonos párti kötődés az ebben segít, mert mégiscsak az a cél, hogy ők ketten egymást váltálnak vetve, próbálják a kerület érdekeit védeni, képviselni. Mennyire például, szoros ez az egyik? Például, amikor egy éjszakai törvényhozás során, persze ellenzékben kicsit rosszabb a helyzet, egy éjszakai törvényhozás során valami káros, kártékony dolog készül, vagy adott esetben már erről az országgyűlési képviselő hamarabb tudomást szerez a parlament folyosóin, akkor nyilvánvalóan az előnyös, ha a polgármester erről időben tud, és adott esetben egy ezt megelőző válaszcsapással, vagy egy előrehozott döntéssel ki tudja védeni ennek a kártékony hatásait. Tehát ez ebben is segíthet. Mint ahogy abban is segíthet, hogyha készülnek állami és részben Európai Uniós pályázati lehetőségek, akkor arról a kerület időben szerezzen tudomást, készüljön már akár a pályázat kiírása előtt annak az előkészítő munkálataival, hiszen egy beruházás benyújtása az jó pár hónapot lesz igény vannak az előkészítő munkálataival, de ha tudom, hogy lesz ilyen típusú pályázat, akkor az ember elkezdi előkészíteni a műszaki feltételeit, és amikor megjelenik, akkor egész egyszerűen csak beadjuk a pályázatot, nyilván megfelelő szakmai előkészítéssel, és jó eséllyel várjuk, hogy mivel felkészültek voltunk a pályázat tekintetében, adott esetben akár nyerhet is a kerület. Tehát ebben az értelemben szoros együttműködésre van szükség. Én amikor elsőként voltam polgármester, akkor egyszer a kerület országgyűlési képviselője is akkor voltam. Lehetett. Tehát ez a munka, ha úgy tetszik, nálam fejben, egy fejben dőlt el, mert országgyűlési képviselőként is képviseltem a kerületek érdekeit, és parlamenti képviselőként is képviseltem az ország és a kerület érdekeit egyaránt. Tehát ebben az értelemben nem volt az egy rossz konstrukció, de tagadhatatlan, hogy az energiák egy része nem csak az adott helyi problémák, hanem országos ügyekre is elment. Tehát én őszintén nem bánom, hogy ez így alakult, tehát hogy ez a szabály jött létre, hogy vagy-vagy. És én ez alapján, a szabály alapján választottam durván 10 évvel ezelőtt, hogy én a parlament munkáját elengedem, és csak az önkormányzat. Hát annyira, hogy ki is váltál a parlamenti képviselőt. Igen, akkor én a megnyert mandátumomat adtam. Igen. Akkor, és, igen. Meglepő is volt. Azt kérdezem tőled, de ez most nem a Tanú című film, vagy nem valami amerikai krimi, hogy milyen viszonyod van, mióta van ismerettség közted és Tóth Csaba között, aki ugye régebben képviselő ott, mint te vagy tál polgármester, akinek jelenleg is tisztsége van az MSZP-ben, miközben neked nincs. Tehát még nem vagy polgármester Zuglóban. Milyen a ti kettőtök nexusa? Most valahol ott vagyunk 2018-ban, 2019 elején. Na, azért árnyalnám az előbbi politikai tisztség kérdést, mert valóban olyan típusú tisztségem nincs, ami kimondottan pártmunkára irányult volna. Ugyanakkor a budapesti elnökség tagja vagyok azon a praktikus apropon, hogy a fővárosi közgyűlés MSZP frakciójának vezetőjévé választottak, és mint ilyen szavazati jogú tagja vagyok, tehát részben a... Oké, akkor akár ebből adódóan ettől független, tehát mesélj valamit a kettőtök nexusáról, amit miatt nem fognak téged megróni a párton belül, vagy mesélj, de azt is figyelek. Igazából nagyjából 15-16 éve ismerem a Csabát. Nem sok ismeretem volt róla korábban. Egy 10 évvel ezelőtt kezdtünk el barátkozni. Aztán volt egy-két közös ügyünk. Az első közös politikai akciónk, ha jól emlékszem, 2013-ban, amikor a Városliget botrány indult, annak a beépítési tervével lépett elő a
a Városliget sarkán, ott az Ajtósi Bőrrel sarkán, álltunk közösen, és egy videóba... Jó, ha már itt tartunk, akkor ez a legendás történet veled kapcsolatban, amit felemlegetnek legutóbb egy ifjú műsorvezető, akivel együtt vezetek hétfőnként, szerdánként, Dési Áron hozta szóba, hogy neked volt olyan elképzelésed, hogy le kell fedni a Városligetet. Erre te visszaemlékszel, és hogy ennek mi volt akkor a genezise? Szóval nem a Városliget lefedéséről volt szó, hanem arról, hogy egy nagyjából 100 méter átmérőjű biodómot hozzunk létre a Városligetbe, ahol a budapestiek, ha úgy tetszik, télen-nyáron zöld környezetbe tudnak kikapcsolódni. Akkor elég sok ideget, meleget kaptam ennek a javaslatnak a kapcsán. Mit Isten, durván 10 évvel később megvalósult, most ezt úgy hívják, hogy biodóm. És ugyancsak a Városligetbe van, ugyan nem pont azon a helyen, ahova én gondoltam, tehát a felvonulási tér környékén gondoltam ezt a, ha inkább nevezzük téli kertnek, a biodóm, akkor ezt még nem jutott eszembe, de nagyjából ugyanazt tartalmazta. Igaz, hogy abban nem lettek volna állatok, csak egy nagyon kellemes arborétum jellegű szövényzet. Ott vagyunk valahol február-március tájékán, egy példát mondtál, köszönöm, nem kértem többet, 2021-ben Fekete Győr nyilvánvalóvá teszi már korábban az ATV-ben, jóval korábban Tóth Csaba iránti utálatát, különösebb magyarázatot nem fűz hozzá, a műsorvezető nem kérdez rá, de újabb és újabb platformon nyilatkozik ugyanígy, majd megnevezi Hadházi Ákost, aki egyébként a Momentum támogatásával indul, de közben nem a Momentum tagja, mint ennek a választó körzetnek az országgyűlési képviselő jelöltjét. A te első reakciód akkor, amikor ez a füledbe jutott, könnyen lehetséges, hogy hamarabb tudtad, mint én, akkor az mi volt? Hát őszintén ebben a demokratikus ellenzéki körben is egy időben nagyon népszerű volt például gyurcsányozni. Tóth Csaba ezen a térfélen egy hasonló szimbolikus szereplő, akit valamiért imádnak támadni. Van egy erőteljes vezetői stílusa, ami miatt nem mindenkinek szimpatikus, de tényszerű, hogy meglehetősen hatékonyan képviselte a kerület érdekeit, amivel viszont sok neheztelőt szerzett magának. És hát ráadásul nem egy nyilatkozós fajta, tehát ilyenfajta megnyilvánulásait nem nagyon lehetett olvasni. Igen, és ezért vált egy olyan szereplővé, akiben nyugodtan bele lehet rúgni, mert nagyjából úgyse fog rá reagálni. Tehát egy jó bogzsák volt, aki inkább csendes munkát választotta, tehát folytatta a munkáját, és nem nagyon foglalkozott az ilyen jellegű támadásokkal. Mint ahogy említettem, gyurcsányozni is nagyon népszerű volt egy időben. Ma már ezek a pártok koalíciós partnerek, és örülök, hogy meghaladta az élet, mert szerintem elég, hogyha a kormány gyurcsányozik, az ellenzéken belül erre semmi szükség nincs. Ráadásul ezeknek a támadásoknak a döntő többsége méltatlan túlzás. Na, szóval innen indultunk, és jutottunk el oda, hogy 2021-ben lett egy előválasztás, ahol Hadházi Ákos mérkőzik meg Tóth Csabával. De ez az értékválasztás, ez arról is szól, hogy a zuglói polgárok ki mellett tették. Igen, igen, de nem válaszoltál a kérdésemre. Mindent elmondtál, csak arra, hogy mi jutott az eszedbe arról, amikor megtudtad, hogy Hadházi Ákost indítja itt a Momentum. Leginkább az értetlenség, mert nyilvánvalóan sok mindent gondoltam volna, de hát egy szexházi politikusról, tehát aki csak is kizárólag Budapesten kívül bukkant fel eddig a politikába, és tényleg egy olyan politikus tiszteletben éltó munkával, politikai munkával, aki minden egyes nap egy másik településen lévő biztonságot próbál leleplezni, tehát egy abszolút szimpatikus és hiánypótló munkát végez. Nem értettem, hogy ez hogyan lesz innentől kezdve, ehelyett az országos keresztúra helyett egy zuglói kötődésű politikus. Ahogy ez az értetlenségem a zuglóiakban is mára akkor is felmerült, és ma már ez rögzült, és Hadházi Ákos nem is kötődik zuglóhoz, tehát az elmúlt... Neki a nagymamája lakik ott, tehát mindenki megtalálja. 14 hónapban én nem igazán tudok... De találkoztatok ott a Gombánál, készült fotó is, tehát most már találkoztatok. Igen, is. Hát azért 4 hónappal kész, tehát ez egy 4 hónapos intervallumban most először fordult elő, ráadásul a Fudan Egyetemnek a tüntetés. Az akciójával kapcsolatban találkoztunk, amivel nincsen problémát, tehát találkoztam én már Hadházi Ákos
Ákossal a TV melletti vagy elleni szimpátia tüntetésen többször tüntetéseken találkozom vele, vagy éppen nem, tehát hogy ez egy ilyen. Jó, egyen lépjünk tovább. Azt kérdezem tőled, hogy azt a boxmeccset, amit úgy vívtak, hogy miközben az egyik ütött, a másik nem volt ott, mert ugye ez ugye általában a politikában is szokott menni, hála jó Istennek, bár erre sincs mindig szükség, de hogy konkrétan behúzzanak egymásnak, azért az viszonylag ritka. Azt hogyan szemlélted? Ugye hát én ennek az egyik bonyolítója voltam, hiszen egy bizonyos idő után keddenként Tóth Csaba, csütörtökönként Hatházi Ákos nyilvánult meg. Én magam igyekeztem nem generálni ezt a boxmeccset, de időnként én magam adtam felületet arra, hogy ez a boxmeccs bonyolódjék. Azt kérdezem tőled, hogy te ezt a boxmeccset ott a Pétervárad utcában hogyan nézted? Vagy Pétervárad utcából? Igen. Nagyon fontos, hogy nem csak a politikában, de a napi életben is próbáljunk bizonyos nagyvonalúsággal tekinteni hibákra, és akkor finoman fogalmazok, tehát amikor más hibázik, nem feltétlen kell minden ilyen típusú problémát oda dörgölni annak az óra alá, ki éppen elköveti. Tehát persze számos butaki jelentés is elhangzott, amire lehetett volna reagálni, de értelmetlen volt, és nyilván nem is azok a reakciók voltak a lényegesek. Megjelent ebben a térben, szerette volna fölhívni magára a figyelmet, ez többé-kevésbé sikerült. Azt, hogy ezzel szimpátiát szerzette vagy nem, ez egy másik kérdés, de mégiscsak kialakult egy helyzet, amiben a 6 koalíciós induló párt közül azért jóval többen támogatják Tóth Csabát, mint Hatházi Ákos. Oké, most megelőlegezted a következő kérdést, hiszen amikor ez a vita elkezdődött, akkor Tóth Csaba nyilvánvalóvá tette, némileg érthetően, némileg önellentmondásosan, hogy hát miért is tekint rá Hatházi Ákos úgy, ahogy tekint, hiszen ő még nem is képviselő jelölt, hiszen az MSZP nem szólalt meg, hosszú hetek teltek így el, már majdnem a DK úgy támogatta az ő képviselő jelöltségét, hogy közben még nem is volt hivatalos, hogy ő képviselő jelölt, hát én ezt itt egész közelről szemléltem, de aztán felgyorsultak az események, és nem csak az MSZP, nem csak a Párbeszéd, nem csak a Demokratikus Koalíció, hanem immáron a Jobbik is a támogatásáról biztosította, és vannak olyan nehezen megcáfolható információim, mely szerint az LMP is majd ehhez a körhöz fog csatlakozni. Azt kérdezem tőled, hogy te, aki ezekben a berkekben járatosabb vagy, mint én, de nem látod kívülről, mint én. Mit kezdesz azzal, hogy ezt vajon csepegtetve kellett-e beadni az embereknek hozzátéve, hogy az emberek nem zuglóiak és nem zuglóiak, nem néznek egy csodálkozva egy olyan előválasztásra, ahol egyébként felek úgy indulnak, hogy nem mindegyik megnevezi a sajátját, hanem hogy visszaléptetnek embereket, itt pedig nem is visszaléptetésről van szó, hiszen eleve nem indítanak senkit sem, hanem idővel ki tudja, hogy mennyi időt kivárva, és ki tudja, hogy miért kivárva, azt mondják, én őt támogatom, és ezáltal van, akiben kisebb, van, akiben nagyobb csodálkozást keltenek, és van, aki nem is törődik vele. Ha ehhez fűznél néhány mondatot, megköszönném. Igen. A következő. Alapvetően azért az emberek nem arra kíváncsiak, hogy melyik pártnak a listája a legerősebb. Mert egy képviselői választás, ahogy egy polgármester választás is, azért személyiségekről szól. Persze fontos a párt támogatása, mint ahogy Tóth Csabánál is fontos, hogy mely pártok támogatják, de legalább ennyire fontos, hogy mely zuglói civil szervezetek fogják támogatni, és én többről tudok, akik ilyen típusú támogatást adnak, de ez majd később ki fog derülni, mert hogy ez mégiscsak egy helyi választás, helyi beágyazottsági verseny, és szakmai, ha úgy tetszik, politikai verseny, hogy kinek hiszik el, hogy ő adja a legjobb képviseletet egy adott választókörzetnek, egy adott településnek. Ebben Hatházi Ákos esélyei sokkal csekélyebbek voltak, nem csak az indulás pillanatában, hanem később is, mert neki nem volt olyan helyi referencialistája, amire rá tudott volna mutatni, hogy kérem, én ezt és ezt tettem. Jó, de evel azt mondod, hogy valójában a pártoknak a megszólalásának a jelentőségét erőteljesen eltúlozzák? Egyáltalán nem túlozzák el. A pártoknak komoly jelentősége van, de ez a politikusnak, ha úgy tetszik, a politikai lába. De legalább ennyire fontosnak tartom, hogy mivel egy politikus nem csak politikus. Ezt én értem. Helyi, ezt tökéletesen értem, ezt elmondtad. Ez nagyon fontos, okay. Hogy
Akkor ennek örvén azt kérdezem tőled, hogy mennyiben állhat meg, de már erre részint válaszoltad, de akkor is a kérdésre szükség van. Hatházi Ákosnak az a logikája, hogy ő nem a pártokkal akar vitatkozni, hanem a zuglóiakat akarja megszerezni, és független attól, hogy amikor mondta, akkor még a helyzete nem volt annyira kétségbejtő, mármint a támogatottságot illetően, mint most, hiszen egyre inkább fölénybe kerül e tekintetbe Tóth Csaba, de azt mondja, hogy neki még mindig ott van a reménysége a zuglóiak, akik egyébként nem muszáj, hogy az általuk preferált párt ajánlottjára szavazzanak, hanem lehetnek önállóak, ezzel mintegy eltérve a pártok ajánlásától. Erről mit gondolsz? Én igazából erről nem gondolok semmit, ez Ákosnak az ötlete, én ezt nem szeretném kommentálni. Azt viszont igen, hogy az uglóiaknak azt kell mérlegelni, független attól, hogy Ákosnak tényleg egy nagyon fontos tevékenysége van, a korrupció elleni küzdelem, vagy legalábbis a korrupció láthatása, de ez egy inkább országos feladat. Tehát ebből az uglóiak nem tudják leszűrni azt, hogy jó, nagyon jó, hogy Ákos ezzel foglalkozik, de miért jó az uglóiaknak, ha ő Ákos ezentúl zuglóból csinálja ezt? Hiszen zuglónak a problémája nem a legnagyobb problémája a korrupció általában, hanem egy csomó beruházásnak a nem megérkezése, és Ákos is jelentette a visszámnézzel a bejelentése után, hogy szerint egy képviselőnek nem dolga lobbizni a településért. Ezt az uglóiak nem így gondolják, de én se így gondolom. Tehát én azt gondolom, hogy egy politikus, aki a választók bizalmából egy bizonyos körzetnek a képviselője lesz, akár polgármesterként, akár országgyűlési képviselőként, kutya kötelessége azt a körzetet a legjobb tudása szerint szolgálni. És nem csak egy ügyben, tehát nem egy ügyű, tehát mondjuk akár egy nagyon fontos messzedbe, hanem minden ügyben. Akár fejlesztésekben, akár a parlamenten meglévő jogalkotással kapcsolatban, tehát számos olyan dolog van, amiben egy képviselőnek szerintem dolga van. És ebben Ákos más képvisel, mint Csaba. Csaba azt mondja, hogy szerinte egy képviselőnek az a dolga, hogy minden egyes részlettel foglalkozzon, egyes állampolgári ügyekkel is, és ha valamiből tud csinálni megfelelő jogszabályalkotással egy javított helyzetet, egy környezetet, akkor azt tegye meg. De Ákos ebből a szempontból más stratégiát vállalt, ő azt mondja, hogy ő az országos korrupció leleplezésével szeretne foglalkozni, rendben van, de ez nem egy zugló specifikus intézmény. Tehát egy ilyen típusú politikus általában inkább listán szokott bejutni a parlamentbe, mert nem kötődik egy körzethez, viszont kötődik az egész országhoz és annak egy bizonyos metszetéhez. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Némileg madártávlatból, de talán szükségszerűen mutattuk meg most Zuglót. A jövő héten közelebb megyünk hozzá. Köszönöm szépen. Tovább. Én is